tartják, vannak emberek, akik győzelemre születtek. Szerintem ő ilyen. Még aktív sportolóként, egyedülállóként a világon, mind az amatőr, mind a profi szakákban minden létező címet begyűjtött, majd utána immár sportvezetőként, üzletemberként, médiamunkásként tűzött ki célokat, és el is érte azokat. Állítólag aktív ökölvívó pályafutása során az volt az övére írva, olyannak lenni, mint bárki más, de olyat tenni, mint senki más. Betetszik ez az idézet. Kovács Kokó István van itt. Az első részét értem. Ennek az idézetnek. A második az, miért volt neked olyan fontos? Tehát, hogy olyat tegyél, mint senki más. Most már itt 42 évesen visszanézve olyan könnyű lenne azt mondani, mert hogy mindig is tombolt bennem a kitörni vágyás, és mindig is szerettem volna kiemelkedni a tömegből, de ez nem igaz, ez nem igaz, hogy én mindig is így voltam ezzel. Szerettem volna másként élni, mint mondjuk a lakókörnyezetem, vagy ahol felnőttem, szerettem volna magamnak, a családomnak egy elfogadható európai mércével nézve jó életet, és persze szerettem volna hős lenni, mint minden gyermek. Ugye, hát amikor az ember felnő, vagy gyerekként még neki fut az életnek, akkor vannak céljai, van, aki buszsofőr akar lenni, valaki karosszérelakatos, van, aki szobafestő. Én hős akartam lenni, én bombiván akartam lenni, én győztes akartam lenni minden tekintetben, de fogalmam sem volt, hogy milyen úton induljak, vagy hogy hol tudok majd győztesként kikeveredni a harcból. És akkor ebből kerekedett ki aztán, amikor végre rátaláltam az ökölvívásra, arra a sportra, amiben ezt meg tudtam valósítani. Ez a fajta jelmondat, ami ha nem is az övemre, de a boxnadrágomra volt felírva, hogy olyannak lenni, mint bárki más, és olyat tenni, mint senki más. És ez sikerült is mind a két oldal. Tehát az elsőt is sikerült, mert tényleg olyan voltam és vagyok, mint bárki más, de ahogy az előbb is felsoroltad, tényleg vannak olyan, vagy voltak olyan sporteredményeim, amik senki másnak nem sikerült. De mintha te azt követően se a középszert céloztad volna meg. Amikor üzletet nyitottál, kijelentetted, hogy olyat szeretnél létrehozni Magyarországon, amit még senki, szerintem sportvezetőként, vagy sportdiplomataként sem, helyettes államtitkár, vagy valami menedzs, mit mi akartak? mit akartak belőle csinálni az ököli jó szövetségben? Mene menedzser szóval azért magasabbra hát, ott, ott, ugye már rögtön egy nyelvtani baki, mert a menedzser és az igazgató ugyanazt jelenti, hogy azért utasítottam vissza. Nem utasítottam vissza, hanem odáig, hogy, hogy ezt kifejtsük, mert mondtam, hogy semmi értelme, mert hát egy olyan feladatot nem szervesen vállalnék, aminek nincs se eleje, se hát tehát ott sem munkaköri leírás, semmi nem volt, hogy mit akarnak tőle, mondtam, hogy majd, hogyha tényleg szükség van rám, vagy ha tényleg komolyan akarnak velem együttműködni, akkor nagyon örömmel dolgozom, akár a Magyar szövetséggel, vagy bárkivel, akinek segíteni tudok. De annak idején, amikor én a civil életbe belevágtam, 20, nem tudom hány év, 20 körülbelül 20 év pályafutás után, akkor én tudtam jól, hogy a civil életben nem lehet olyan célokat kitűzni, mint a sportban. Tehát itt nincs olimpiai bajnoki cím, nincs világbajnoki cím, nem lehetek a legjobb a súlycsoportomban, vagy akár a szakmámban sem. Tehát nincs legjobb riporter, mert ez egy szubjektív kérdés. Nincs legjobb étterem, mert az is nagyon-nagyon szubjektív. Nincs legjobb üzletember, mert véleményem szerint a siker pénzben nehezen kifejezhető, hiszen nem biztos, hogy Magyarország leggazdagabb ember a legjobb üzletember, és fordítva sem igaz, nem biztos, hogy egy nagyon üzletember automatikusan gazdag is, hiszen nagyon sok egyéb körülménynek kell még passzolnia. Épp ezért a céljaimból egy picit lejjebb adtam, és ha nem is középszerre törekszem, de megpróbálok mindenhol a maximumot, a saját maximumot nyújtani. Hogy ez mire elegendő, akár a médiában, akár a sportdiplomáciában, akár az üzleti életben, ez megint csak egy szubjektív kérdés. Én jól érzem magam a bőrömben, és úgy érzem, hogy ezeken a területeken, ha nem is világra szólót alkottam, de a saját mércémnek megfelelően teljesítettem. Egyébként mi hajt? Tehát azt meg tudod fogalmazni, hogy van-e egy igazi kimondott hajtóerő, ami arra ösztönöz, hogy letéve a boxkesztyűt, még mindig minden áldott nap valamiért fel kell, és azt magas színvonalon művelt aktív ember vagyok, nem tudok hátradőlni. Amikor befejeztem a sportolói pályafutásomat, akkor volt egy, egy, egy viszonylag nagyméretű pénzügyi tőke mögöttem, és egy, egy hatalmas nagyméretű kapcsolati tőke. És ebből szerettem volna valamit, valami olyat kitalálni, amivel nem kell sokat dolgozni. Mert akkor még az volt az elképzelésem, hogy innentől kezdve én megtettem mindent, amit a haza megkövetett, szeretnék pihenni, nyugod, nyugodtan élni. Aztán körülbelül egy hétig bírtam, és egy hét múlva már, már kerestem a feladatokat, kerestem a kihívásokat, kerestem a megoldandó problémákat, és most is így vagyok vele, hogy amint befejezek egy csúnyabb szóval projektet, vagy egy tervet, vagy egy, 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 egy útvonalon végigmegyek, akkor a, 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 a siker kiélvezése az nagyon rövid ideig tart, és rögtön elkezdek gondolkodni, hogy mit lehetne még, még, még és tovább. Tehát te szereted a sikert, ugye? Tehát az a típus vagy, én szerintem az emberek mondjuk 95%-a nem sikerorientált, sokkal inkább kudarc kerülő. Igen, és ez a sportban is nagyon nagy különbséget tesz ember és ember között. A ökövásban is rengeteg olyan bunyós ismerek, nagyon jó bunyósokat, akik kudarc kerülők, és ezért nem is nagyon tudják élvezni a sikert. Te siker sikerorient... Tehát, hogy és azon belül is mondjuk az, aki a csúcsra tör? Igen, igen. Hát ilyen voltam világéletemben a szorítóban is. Tehát én mindig ö, ö, úgy akartam nyerni, hogy az a siker mindenki számára látható legyen és élvezhető. És ezért én nem féltem magától a megvéretéstől, hanem alig vártam már, hogy eljöjjön, hiszen nekem az volt a, a életem 320 legboldogabb napja, amikor szorítóba léphettem. Kérdezhetek egy csúnyát? Igen. Nem lehet, hogy te azt is élvezted, hogy tömegeket gerjesztesz? Tehát szerettél. Ugye azt mondtad, hogy szerettél volna és sikerült is hős lenni. Abban benne van az, hogy ezt az embert éljenzik. Hát, hogyha ezt nem látta volna senki, akkor az csak nekem okozott volna örömet, és valószínűleg kisebbet, mintha egy egy, egy tömegnek az örömét látom, vagy egy tömegnek lehetek akár a szórakoztatója, vagy a bohóca, vagy bárki Ezért nem is értem, amikor hallom, hogy zártkapus zárt kapus meccset rendeznek, annak semmi értelme. Sportban meg főleg nincs értelme nézők nélkül, mint hogy a színházat se lehet nézők nélkül, vagy a televíziót sem érdemes csinálni néző nélkül. Tehát a, a nézőnek szól az üzenet, a, a, nézőnek szurkolónak szól maga a sportesemény is, és persze, hogy nagyon élveztem, amikor 96 után a népszerűségem olyan szintet ért el, hogy, hogy minden egyes mérkőzésemet több millióan Nézték végig bármilyen szándékkal is, hogy persze voltak sokan, akik nem nekem szurkoltak, hanem akár az ellenfelemnek, vagy ellenem szurkoltak, de tudom, hogy nagyon sok embert érdekelt. És ez egy nagyon érdekes lelki állapotot okoz egy embernek, aki, aki sikerorientált, ahogy mondtad, szeretné, hogyha az emberek elismernék az ő sikerét, és látja, hogy milyen sok millió ember kíváncsi az ő pályafutására. De mondom, a, a, az érdekeség az, hogy valószínűleg ugyanolyan energiával nyomtam volna végig a sportolói karriermet, mint ahogy tettem azt a siker megjelenése előtt is, hogyha kevesebben figyelték volna. Ez így egy nagyon komoly hab volt ezen a tortán. Szegő András azt írta róla az egy helyütt, hogy valószínűleg bármibe fogtál volna az életbe, a becsvágyaddal, a szívosságoddal, az akaraterőddel és a tehetségeddel, minden szakmába sikereket értél volna Ezt aláírod? András nagyon rendes velem, valószínűleg nagyon szeret engem, vagy tetszett neki az én bunyom. vagy mit reménykedek abban, hogy talán ismer is, és ez alapján mondta ezt. Köszönöm, ez egy nagyon megtisztelem, ez egy nagyon komoly bók, hiszen ez azt jelenti, hogy a tehetség az transformálható minden felé, bármilyen ágra. Egyébként Szécsi Tamás mondta egyszerre, Isten nyugosztalja, kiváló mesteredzünk, még talán a 96-os olimpia előtt beszélgettünk az ökkövásról és az úszásról, és ő mondta azt, hogy figyelj, ezt mondta magára, ha én bármilyen sportág mellé odaállok, nem az úszás mellé, hanem az ökkövás mellé, ugyanezt a, a feladatsort végigveszem, ugyanezt a szakmai képzést végig mint amit tettem, akkor ugyanúgy olimpia bajnokokat neveltem volna, akár az sportágban is, és el is hittem neki, hiszen olyan szisztematikusan készült fel, és azt hiszem, hogy én is, hogy a, azt a fajta szisztematikus munkát, ha elvégeztem volna más területen, akkor legalábbis a saját magam maximumát ki tudtam volna hozni, hogy ez mire elég az adott szakterületen, azért az már nem mindig tőlem függ. Tehát én nekem nagyon nagy szerencsém, hogy rátaláltam az De az azért nehéz azt kijelenteni, hogy egy más területen is ilyen sikeres lettem volna, mert valószínűleg nem. Tehát nem hiszem, hogy találtam volna még az életnek még egy olyan területét, ahol egyedülálló módon tudtam volna a létező összes címet begyűjteni, hiszen sem a képzőművészeteknek, filmművészeteknek, gazdasági életnek, vagy akár más sportágnak sem látom olyan elemét, amelyben a tehetségem, az alkati adottsága a lehetőségeim, vagy akár az erőm elég lett volna egy ilyen fantasztikus, tényleg kerek karrierhez. Ha már ezt említed, meglepett egy nyilatkozatod, ahol azt mondtad, boxolóként sem voltál igazán tehetséges az első időkben, nagyon sok időnek el kellett telnie ahhoz, hogy egy mértékadó személyiség azt mondja rá, hogy igen, ebből a fiúból lehet valami. Ezzel azt akartad mondani, hogy neked rengeteg, sokkal több munkádba került elérni oda, mint annak, aki mondjuk volt tehetséges? Remélem, hogy most nem mondok nagy butaságot, nem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én, én ki lettem kiáltva tehetségtelenek, csak nem vették észre. Tehát mindig utólag veszik észre a tehetséges gyerekről, vagy persze, ha lemegy egy 180 centi magas, 14 éves gyerek egy kosár edzés akkor az ki van kiáltva tehetségesnek, mert az alkati adottságai a tehetségnek ez is ugyanolyan része. Ne, alkalmas, hát ez, nem voltál annyira nem voltam alkalmas az ökölvívásra, lélekben sem biztos, hogy alkalmas voltam erre az egészre. 14 évesen, amikor elkezdtem az egészet, tényleg, ha nem is kiáltottak ki tehetségtelenek, de nem, ha mondjuk egymás mellé raktak volna két 14 éves gyereket, nem rámutattak volna, hogy na, ebből lesz majd nagy bunyos. Eltelt három-négy év az ökölvívásban, úgyhogy komolyabb eredményt nem értem el, én nagyon élveztem, velem olyan sokat nem foglalkoztak, mert hogy nem én voltam a legtehetségesebb, hogy mennyire nem, 1988-ban, amikor az első komoly nemzetközi sikeremet elértem, megnyertem a Junior Európa Bajnokságot Gdanskban, Lengyelországban, akkor kijött az akkori magyar televíziótól egy forgatócsoport, mert forgattak egy, egy dokumentumfilmet, amely fiatal sportolókról szóltak, és mivel nem én voltam kinevezve a legjobb abban a csapatban, nem volt egy Lakatos Jani nevű Borsodi bányászból érkező uh, Péteri Romas Roma srác, akiről mindenki biztos volt, hogy ő lesz majd a Junior Rebé nagy stárja, őt forgatták végig rólam, egy kocka nincs abban a filmben, és én nyertem meg a Junior ebét. Tehát ő azt második, vagy harmadik, azt hiszem második lett, de, de, rólam egy kockát nem forgattak, mert annyira nem gondolta senki, hogy én ezt a Junior ebét megnyerem. Tehát én úgy robbantam be a magyar ökölvásban 88-ban, teljesen váratlanul, senki nem gondolta volna, hogy én ezt a Junior megnyerem. Akkor már utána könnyű volt kijelenteni, hogy tehetséges vagyok, egyértelműen Junior Európa bajnok lettem, de előtte Öcsi bácsin és valahol fel Zoli bácsin kívül, akik foglalkoztak velem, nem hiszem, hogy bárki is látott volna bennem valamit, is bevallom őszintén még én sem. Tehát én is úgy utaztam ki arra a junior ebérre, hogy jó lenne, ha a maximumot ki tudnám magamból hozni, de hogy ez mire elég. Ilyen nemzetközi megméretésen még nem voltam, fogalmam sem volt, hogy hova helyezzem magam a nemzetközi viszonylatban. Ha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, és lehet, hogy rossz is a példa, hogy a vízilabdában azt szokták mondani a hozzáértők, hogy mondjuk Kásás Tamás szintű tehetség évszázadonként vagy évtizedenként születik egy bármit tud a labdával. Benedek Tibor egy egész más típusú játékos, mondjuk tízszer annyi edzés munkájába került, hogy olyan játékos legyen, és lettek mindketten halhatatlanjai ennek a sportnak. Ha nagyon egyszerűsítjük, te inkább vagy Benedek, mint Kásás? Nem, én se dolgoztam sokkal többet szerintem, csak hát a Benedek Tibi volt egy olyan nagyon kimagasló egyéniség a gyerekkorában, ahogy, a, ahogy emlékszem a beszélgetésünkből. E, neki valószínűleg sok munkába telt, még utolérte a többieket. És aztán, amikor utolérte, akkor hirtelen előtűnt a tehetsége. De ezt a sok munkát ezt mindenki beleteszi abban az időszakban. Tehát én nem melóztam túl a többieket. Egyszerűen ugyanazzal a melóval nekem később jelentek meg az eredmények, és később erősödött fel a szervezetem. Amúgy is a küzdő van egy nagyon érdekes genetikai um, előny vagy hátrány um, nagyon sok slásznál. Tehát ugye a roma társadalomnak a jelent és elkezdik a roma srácok a bunyót, ők genetikailag sokkal erősebbek a nem roma gyerekeknél. 13, 14, 15 éves korban gyakorlatilag a romák tarolnak. Aztán 17-18 éves korban a nem romák utolérik őket fizikálisan, ugye ez egy vagy fejlődésteni történet, ez biológia, és aztán megjelennek azok a nem roma srácok, akik addig kevésbé voltak a reflektorfényben, mert addigra már utolérték fizikumban, mentálisan és mindenféle tekintetben a romákat. És nekem is ugyanez játszódott le, hogy bár szerencsére nem volt sok vereségem, tehát egész pályafutásom alatt 15, de ebből a 15-ből legalább 6-8 ebben a serdülő ifi junior korcsoportban ért engem, amíg utol nem értem nemzetközileg is, és itt Magyarországon is az akkori élmezőnk. Mentálisan viszont borzasztó erős voltál. Akkor, amikor és ha akár ebből a korszakból is vehetünk egy példát, de akár később is, amikor két tökéletesen egyenrangú partner találkozik a ringbe, ugyanolyan a testfelépítésük, az ütőerejük, a kondícióik, akkor mi dönt el, hogy az egyik megnyeri, még a másik nem? Szeretném azt gondolni, hogy az intelligencia, de nagyon-nagyon sok van minden. van szerepe ebben? Egész biztos. Tehát a, a... Fizikálisan megtörni valakit meg lehet, de, de talán nekem legalábbis sokkal könnyebb volt mindig mentálisan megtörni valakit, vagy legyőzni. Hogy lehet megtörni az ellenfelet mentálisan? Nézd, hogyha, olyan, hát ugye, egy kicsit olyan, mint a labdarúgásban is, hát az a védő, aki kap egy kötényt, az valószínűleg utána egy kicsit szégyenkezve fog a következő pillanatban odaállni. Tehát már nem a saját játékát tudja játszani, mert már egyszer meg lett szégyenítve. És az ökölvásban is erről szól, nálam legalábbis erről szólt a történet. Tehát az a tipikus ökölvívás, amikor sikerült olyan szituációt előidéznem, ahol egy jó ökölvívónál ráadásul, ha nem azt mondom, hogy megszégyenül, de mégis lukat ütött, nem talált el, én vissza tudtam neki válaszolni. Olyan kétségbejtő helyzetbe sodortam őt, ami, ami, miatt elveszti a józani még többet hibázik, onnantól ez a nyert ügyen volt. És ezt az, a mérkőzés elején már, már meg lehetett oldani. Aztán, hogy az ember eredményesebb és sikeresebb lett, akkor már gyakorlatilag a hírneve elég volt. Tehát nagyon sok olyan mérkőzésem volt, ahol elég volt csak tényleg bemennem a szorítóba, és a készfogásnál már eldőlt, hogy azt a meccset én nem veszíthetem el. Tehát azért a, a két intelligencia és a két léleknek és a pszichének a, a az összecsapása, amit aztán fizikális eszközökkel kell megvívni, az már abban a pillanatban elkezdődik, hogy belépünk a szorítóba, vagy előtte a profiknál már a mérlegelésnél elkezdődik. Ha már az intelligenciát említed, és tényleg nem akarok hajbókolni, elolvastam veled számtalan interjút. Nem, nem ér Nagyon tanulságos volt. Ilyen intelligens, és a saját helyzetével tökéletesen tisztában levő, és magát ilyen választékosan kifejezni képes sportolóra, én nem nagyon emlékszem az elmúlt időszakban. Te ezért tettél, nagyon sokat olvastál mondjuk, vagy adott esetben tanultál is például beszélni. Is is, már tanulni nem tanultam beszélni. Beszélni nagyon szerettem, rengeteget beszéltem eddig is, meg remélem a jövőben. De mennyien is. beszélnek, és milyen vies? Én de azért ez, ez nem olvasni lehet. nagyon sokat olvastam. Talán, ahogy az előzőkben is említettük, hogy gyerekként nem voltam túl sikeres, legalábbis alkatilag nem úgy néztem, hogy ebből komoly sikereket tudok majd összerakni, Ráadásul a, a, a gyermekéveim jelentős része nem azzal telt, hogy hogy én voltam mondjuk a legerősebb vagy a legszebb. Tehát mindig valamit hozzá kellett tenni, akár csak a csajozás miatt, akár csak azért, mert szerettem mindig középontban lenni. Ezért rengeteg szerepeltem. Ilyen színjátszókörünk volt az általános iskolában, az akkori matek tanárom és, és osztályfőnököm és magyar tanárom egyfolytában különböző rendezvényeken felléphetett engem, veretes radnóti verseket kellett 140 centisen szavalnom, tehát nagyon sokat kellett. Még akár tudnám most is mondani egy radnóti verset? Úgy adódik? Töredék az egyik kedvencem, de hagy ne kelljen. A végén nem mondod el? Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elajasult, hogy önkércské ölt, Nem csak parancsra, s balhitekben hit, tajtékzott tévetek, és befonták életét vadkényszer képzetek. De nem szeretek felkészületlenül, mert most nincs meg az az ihlet és az a pátosz. De, de annak idején rengeteget, rengeteget szavaltam, rengeteget szerepeltem, és ennek tükrében rengeteget olvastam. Tehát valószínűleg a, a, szókincs, vagy a választékos kifejezés az innen datálódik. Aztán amikor a tévéhez kerültem, akkor körülbelül egy fél évet, vagy egy évet jártam beszédtanárhoz, ez kötelező is volt. Kellett volna hosszabbra nyújtanom ezt a felkészülést, vagy talán többet kéne ezzel foglalkoznom, mert néha még most is sejmesen beszélek, és ezen azért még kellene javítani. Az, hogy a sportolók között kevés ilyet találni, nem tudom, Remélem, hogy nem csak ez, vagy nem kell ezt megkülönböztetőként oda rakni egy sportoló mellé. Én nagyon zavart engem mindig, amikor azt emelték ki egy sportolónál, hogy, hogy milyen jól beszél. Tehát, hogyha ha megnézzük, nem csak a sportolói társadalomban találunk jól beszélő és nem jól beszélő embereket, hanem a civil társadalomban is vannak jól beszélő és nem jól beszélő emberek. Ugyanígy semmivel nem nagyobb az arány vagy az eltérés a sportolók között. Tehát itt a sportolók között is, főleg a mostani olimpiai bajnokainkat, hát Szilágyi Áron, vagy o... hát, fantasztikusan, nem, fantasztikus volt. Tehát most én nagyon örülök, mert a mostani olimpiai bajnoki társadalom, ez a, Kis társaság, ez a 8 fő, ez egytől től 1 vagy nem is 8-8 arany, és azt ugye hányan? Gyorsan adjuk össze, 11-en. 11 ez a 11 versenyzőnk fantasztikus jó adottságokkal rendelkezik, óriási jó hírvivői a sportnak. Tehát ezek sokkal pozitív hősei tudnak lenni, mint az elmúlt egy-két olimpián aranyat nyert társaink, mert, mert ők nagyon jól tudják majd az üzenetet továbbvinni. És ha ugye hozzám is hozzám ragadt, valószínűleg azért egy elég komoly. Hát, ilyen sztereotípia ragadt rá az ökölvívókra és a sportolókra, hogy buták, hogy nem tudnak beszélni, hogy unintelligensek. Én azt mondom, hogy ugyanaz a társadalmi merítés van, mint mondjuk a civil társadalomban, hogy körbe pont ugyanannyi buta és unintelligens ökölvívó vagy sportoló van, mint a százalékos százalékos arányban mondjuk a civil társadalomban. De ez a média megjelenés, vagy ez a remek verbalitás, amivel bírsz, ez abból fakadhat, hogy szeret szerepelni? Tehát ez az elvetélt színész pálya, mert a színésznek készültél, ennek ez lehet az eredője? Mert azért szeret szerepelni, ugye? igen, nem, nem, nem titkolom, hogy nem vagyok egy ilyen elbújós. A feleségemmel beszéltünk pont most, ugye voltunk ebben a Libikóka műsorban a, a, Radnotiban, és egy 50 percet voltam a színpadon, és állítólag jól sikerült, és aztán, amikor beszélgettem a feleségemmel, hogy megkérdeztem tőle, hogy mi lett volna, ha neki kellett volna, és azt mondja, hogy egy szót nem tudott volna. Szóval, tehát együtt él velem, mi nagyon jókat beszélgetünk, de őt, hogyha Beraknák egy, egy reflektor elé, egy ilyen mikrofon, valószínűleg nem tudná magát kifejezni. Tehát ez biztos, hogy ez kell egyfajta gátlástalanság, vagy kell egyfajta nem is tudom milyen narcisztikus, vagy nem tudom. Tehát hogy egy olyan személyiség, aki szereti megmutatni és elmondani a véleményét és a gondolatait, és megpróbálja persze ezt a lehető legszebb köntösbe csomagolni. Nem mindig sikerül, és nem mindig vagyok elégedett azzal, ahogy és amit mondtam. Adott esetben ki is elemzett például? Tehát visszanézed magad, az a típus Nem, vagy? Nem, nem, Az újságírókkal van nekem néha problémám, tehát amikor leül velem valaki interjút készíteni, és nem hoz Magnót, akkor én legszívesebben felállnék. Vagy ha nem, akkor, akkor megkérem, hogy küldje el. És nagyon sokszor történt már meg az életemben, hogy elküldte, és aztán én átírtam az egész cikket, mert tudom, hogy nem az én... Hát szeretem a saját szófordulataimmal visszaolvasni azt a mondatot, mert, mert nagyon sokszor... Hosszú mondataim vannak, tehát körmondatokban beszélek, és nagyon sokszor a, a mondat végi ha lemarad, vagy más szavak kerülnek bele, már más a jelentése. Tehát nagyon érdekes, túl érdekes ahhoz a magyar nyelv, hogy az ember elégedett tudjon lenni a megnyilatkozásaival, vagy a, a, a beszédével, mert már nagyon sokszor másként is lehetett volna talán szebben és jobban mondani. Nekem nagyon tetszik az a fajta megközelítése a dolgoknak, ahogy például az amerikaiak állnak hozzá a dolgokhoz. Európában ugye általában azt szokták mondani, hogy itt mi kínosan ügyelünk arra, hogy találjunk egy kutyabért vagy egy előkelőséget bizonyítandó kiratot. Amerikában viszont a legnagyobb sztárok is azzal kezdik az interjút, hogy amikor még mosogató fiú voltam. Ebből te se csinálsz titkot, hogy meglehetősen messziről indultál. De nagyon a mellemet se verem ezzel. Tehát én meg azt se szeretem, amikor valaki arra a legbüszkébb, hogy annak idején lavorban pancsolt. Tehát, hogy ez, ez, egy történelmi tény mindenkinek az élet, hogy honnan indult, hogy ő hova jutott, még az sem biztos, hogy determinálta az indulási pont. Tehát lehet valaki felnőtt korára végtelenül szegény és szerencsétlen és nem boldog ember, annak ellenére, hogy a rózsadomról indult. És lehet fordítva is, hogy valaki nagyon-nagyon szegény negyed Indult, és felkerült a csúcsra, vagy most már tehetős és gazdag embernek mutatja magát, vagy inkább úgy fogalmazom, hogy boldog és, és kiegyensúlyozott ember. De ez nem biztos, hogy, hogy erre kell mindenféleképpen büszkének lenni, hogy honnan indult és hova tartott. Ez való igaz, hogy én minden nem messze kőbányán nevelkedtem. A kőbányának is egy olyan szegletében, egyébként Zúlótól nem messze a Pongrácz-telepen, gyakorlatilag a vasút túloldalán, amely ha nem is zárta le a kiemelkedési lehetőségeket, de, de nem vezetett egyenes út oda, ahova én eljutottam. De én inkább az útra vagyok büszke, és nem pedig a két pontjára. Tehát a, az indulás és a, a végcél az csak két pont az úton. Az az út, amin az ember végig megy, az talán sokkal a fontosabb, és ezt az utat be lehetett volna futni a Rózsadombról is. És be lehetett hat, volna? Egész biztos. Bár az ökölvívás talán nem ugyanem motivációkat adott volna egy rózsadombi gyereknek, mint amit adott nekem, meg talán az a környék jobban megkeményített. De ezek most már csak így utólag könnyű ezt elemezni. Egy biztos, hogy egyébként maga az őkövő sportág az elsősorban ebből a környékből merít, mert hogy vagy az ilyen környezetből érkezőket szívja föl, mert hogy itt nekünk talán nagyobb a fájdalom, tűrőképességünk, a lemondás, mint olyan, talán nálunk nem jelentkezik olyan erősen, mint mondjuk egy rózsadombi gyermeknél, a, az erő, a dominancia az, az, egész másként jelentkezik egy kültelki zíván gyereknél, mint mondjuk egy rózsadomi gyereknél. Úgyhogy ilyen értelemben én szerencsésnek mondhatom magam, mert hogyha ha nem ilyen környékről származom, akkor lehet, hogy nem szorul belém ennyi akarat és ennyi dac és ennyi erő, hogy, hogy elérjem a céljaim. Ha becsukom mondjuk a szemem, és megkérlek, hogy valahogy repíts vissza abba a Pongrác telepi légkörbe, mikrokörnyezetbe, ahol te fölnőttél, hogy képzeljem ezt a 70-es évekbeli Pongrác telepet, ahol te nőttél, csepelettél és tetted a dolgot. Hát úgy, hogy kapsz egy kulcsot a nyakadba, reggel elmész az általános iskolába, és lehetőleg sötétedés előtt érj haza. Hogy közben mi történik veled, arról nagyon nem tudott senki gondoskodni vagy foglalkozni. Köszönhetően annak, hogy ott mindenki dolgozott. Ez egy olyan telep volt, egy igazi munkás telep volt. Tehát ma már ez a telep inkább azt mondja, hogy a munkanélkülieknek a telepe sajnálatos módon, akkor viszont ott mindenki dolgozott. Nagymamám, nagypapám, akik engem felneveltek, mivel édesapám sajnos már nem él, akkor épp elvált édesanyámtól, és édesanyám a bátyámat nevelte, aztán később a hugomat is, mert neki is volt egy három a munkahelye, a, az ikv tól kezdve házfelügyelő volt, és, és takarított, és mindent csinált. Nagymamám és nagypapám szobafestő volt, illetve nagypapám még mellette éjszakai portás volt az MK-ben, a régi unió gyorsétteremben a, a Blahán. Úgyhogy nagyon sokat nem tudtak velem foglalkozni, magamnak kellett megoldani azt, hogy, hogy felnőjek. Tehát kicsit olyan voltam, mint a, 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 nem tudom, mint egy kutya, aki saját magát idomítja, ül fekszikre megtanítja. Tehát én is magamat tanítottam meg az életre, olyan szinten, hogy nagyon a tanulmány eredményeimmel sem nagyon tudtak foglalkozni. Tehát ha bevallottam, hogy rosszul tanulok, akkor kiderült, ha nem vallottam be, akkor csak az év végén derült ki, hogy rosszul tanultam, mert, mert nem nagyon volt erre időmód és lehetőség. Tehát egy kicsit vad kellett, de, de én nagyon élveztem ezt gyerekként, ezt a fajta szabadságot, hogy én már tíz éves villamoson tujáztam, tehát jegy utazgattunk, és akkor állandóan bent voltunk a Csokonai moziba, beszöktünk, meg a Nap moziba, meg a Petőfi moziba, állandóan moziban jártam, meg könyvtárba jártam, tehát tele voltam szabadidővel, rengeteget sportoltam. Én nagyon élveztem azt a fajta egyszerű szegénységet, ennek az egyik oka talán az volt, hogy nem Ez volt szegénység. Külön. Volt? Persze, de, de, nem éreztem a szegénységnek a szegénység részét, mert hogy ott mindenki ugyanilyen gazdag volt, vagy mindenki ugyanilyen szegény volt. Tehát nem volt nálam gazdagabb gyerek az iskolába, de szegényebb sem pont mindenkinek két forint lapult a zsebébe, és amikor ezt összedobtuk, akkor volt tíz gyereknek összesen 20 forintja. És akkor azzal próbáltunk meg valamit kezdeni, venni egy, mit tudom én, egy horgászbotot, és akkor tizen elmentünk a cigánykára horgászni, és amit horgásztunk, akkor azt ott megsütöttük. Tehát ilyen nagyon szép, nagyon vidám, nagyon gyermekfilmbe való bandázós életem volt, ami egész 14 éves koromig tartott, és ez egy, ez egy zárt, de védett közösség is volt, mert, mert olyan Datszövetséget szövetséget kötöttünk egymással, ott a telep is rácok, hogy a szomszéd telepen rendszeresen voltak verekedések, rengeteget fociztunk egymással, szerelmek szövődtek, úgyhogy nekem gyönyörű, boldog gyerekkorom volt. Egy másodpercig nem éreztem hátrányát annak, hogy szegények vagyunk, vagy hogy tudom, nincs a családnak autója, vagy, vagy hogy nem mentünk át mondjuk a. Én a Duna túloldalán szerintem valamikor 14-15 éves koromban voltam először. Tehát nekem ez a, ez a kőbányai, vagy még talán Józsefvárosi rész adatot megjátszott érként. És ha már ezeket a pongrác telepis rácokat, velük a mai napig eleven a kapcsolatod? Egy-kettővel igen. Van, ö, van, egy orosz Feri nevű barátom, akivel találkozgattam többször is. Van egy Bacsó Laci nevű osztálytársam, volt a legjobb barátom, ő már Amerikában él, de megvan vele a kapcsolat. És milyen, tényleg érdekelne, hogy amikor ezekkel az emberekkel anyagilag feltétlenül eltávolodtatok egymástól. Tehát az anyagi viszonyaitok biztos, hogy meglehetősen különbözőek. Ha nagyon el akarom sarkítani, úgy is kérdezhetném, hogy módos embernek lehet szegény vagy szegényebb barátja? Inkább azt mondom, hogy én azért nem tudom, mert nekem, tehát barátnak nem mondanám őket. A barát az egy nagyon-nagyon szoros emberi köteléket jelent. Annyira szeretik rámondani a, a, az emberek egy, 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 haverjukra, vagy egy ismerősükre, hogy jó barátom. Én ilyet nagyon kevés emberre tudok mondani. De nem azért, mert hogy ennyire eltávolodtam a, a, barátaimtól, hanem mert 14 évesen elköltöztem a telepről, akkor abban a korban még nem volt internet, mobiltelefon, tehát a kapcsolattartás lényegesen nehezebben módosult, vagy, vagy alakult volna, és ezért eltávolodtunk egymástól, haveri viszony megmaradt. De mondjuk találkoztak, és ők az élet körülményeiknél fogva nem tudnak olyan helyre elmenni, amit te mondjuk simán megengedhetsz magadnak. Ez hogy hidalod át? Hogy ez nem probléma, csak ne, az én fejemben? Nem, tökéletesen értem. Ez, ez valószínűleg meg is hiusítja az ilyen jellegű barátságoknak a fenntartását, de ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. De nekem mondom, a, ebből a körből igazi jó barátom nem maradt. Tehát a haveri szálak maradtak meg, de nem azért, mert én eltávolodtam, egyszerűen mert elköltöztünk. Nagyon sokszor futok bele olyan történetbe, hogy találkozom valakivel, aki megállít, és emlékszel rám, egyel fölötted jártam az általános iskolába, és mondom, te figyelj, te, emlékszel a bíró Julira? Nem. Nem mondom, mert ő is egyel fölötted vagy, egyel alatt a Hát rá nem emlékszel, rám emlékszel, hiszen engem látsz utána, vagy láttál rengeteget, de, de én magam is csak azokra emlékszem, akikre, akikkel szoros kapcsolatban voltam abban az időben. Rám viszont valószínűleg az egész iskola, vagy az egész telep emlékszik, csak hát ez, ugye ez nem kölcsönös ez, a, ez az emlékezés. De azokkal a srácokkal, akikkel találkozom, azokkal a, ott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol 1984-ben abban maradt. Tehát, hogy emlékszel, amikor mekkora gólt rúgtunk a, 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 a Pataki általános iskolá elleni foci meccsen, és ez mekkora meccs volt. Tehát persze, igen, és amikor lebírkoztam a Kurcsics Bélát, ott voltál te is, persze. Tehát ezek megvannak. De, de az, hogy az anyagi szakadékok megjelentek az emberek között, az szerintem nem csak a, a gyermekkorból dotáladik, az felnőtt korban is nagy problémát jelent, hogyha valaki hirtelen meggazdagszik, vagy valaki hirtelen leszegényedik, az a baromi nehéz utána a, közös programokat együttesen lebonyolítani, tehát elmenni síelni, vagy elmenni közösen nyaralni. De az, hogy az ember jó barátságot tartson fel vele, vagy megvele, az, az attól függetlenül működik, és abban nem biztos, hogy szükség van mindenféleképpen anyagi javakra vagy pénzre. A pénz ízét, azt mikor kezdted el érezni? Tehát az, hogy jó, tud az jönni, hogy jön. És Tehát, hogy soha nem voltam még olyan rossz helyzetben, mint tovább rontott volna, hogy gazdag vagyok, erre gondolsz? Nézd rólam, elterjedt az a... Az a nem tudom, hogy hiedelem, vagy, vagy, vagy gondolatmenet, hogy én gazdag ember vagyok. Én nem vagyok gazdag mert én boldog ember vagyok, akinek a, a, sok sok munka, de tényleg a sok sok munka, amit az elmúlt időszakban is végeztem, meghozta azt a gyümölcsöt, hogy, hogy gyakorlatilag nem kell azzal foglalkoznom, hogy a hónap végén még marad-e a bankszámlámon pénz. De nincs is megtakarított pénzem, tehát nem arról szól az én életem, vagy az én történetem, hogy felhalmoznék, hanem arról szól, hogy hát ha nem is túl nagy, de mégiscsak egy jelentős méretű családot tartok fönt, mondhatni egyedül. Tehát a, a feleségemnek 18 évesen megígértem, hogyha az az őrültség, amit én elterveztem, az, az végrehajtható, azaz hozzám jön feleségül, és lesz majd két gyönyörű gyermekünk, és lesz egy szép nagy házunk, és együtt fogunk élni, akkor én megígértem neki, hogy nem kell neki dolgozni, csak velem, és a gyerekekkel, a kutyákkal és a házzal foglalkozni, és ezt be is tartottam. A feleségem azóta sem dolgozik. Segítem édesanyámat, hugomat, bátyámat és a, az anyósomat is természetesen. Ez valóban egy, egy komoly egzisztenciát feltételez, de ezért én mind a mai napig sokat dolgozom. Tehát, Tehát am... hogy mennyi ideig tudnád eltartani a családod, úgyhogy mostantól kezdve egy napot nem dolgoznál? Egy percig sem. Egy De nem azért nem, nem tudnám, hát én magam nem tudnék munkanélkül meglenni. Tehát engem nagyon zavarna, hogyha veszélybe látnám, vagy veszélyben érezném ezt a fajta, hát mondjuk nyugodtan a jólétet, vagy ezt a fajta uh, existenciális egzisztenciális szintet, amit most tudok biztosítani a fiaimnak, vagy, vagy a feleségemnek. Tehát én nem tudnék úgy egy napot sem nyugodtan aludni, hogy ha másnap reggel már elkezdene fogyni a mi pénzünk, és másnap reggel, vagy akár jövő hónaptól vissza kellene venni az igényeinkből, amelyek nem túl magasak, tehát nem repülő bizniszen. Uh, nem is tudom, tehát nincs eselmert cím, pedig talán lehetne, de nem, a, nem a, ez motivál, hanem az motivál, hogy boldognak érezzem magam és a körülöttem élőket. És a boldogsághoz nem mindig csak a pénz segít hozzá, tehát nagyon sok olyan dolog van az életemben, ami boldoggá tesz engem, és nem pénz függő. Kísértésbe soha nem is estél ebből fakadóan? Tehát említetted, hogy az előéleted nem volt feltétlen a jó módról szóló, amikor elkezdett jönni a pénz mondjuk a profi karriered idejében, hogy azt mondod, hogy most megengedhetem magamnak, és akkor hogy elkezdted volna szórni a pénzt. Nagyon sok ilyen sportolót láttunk, rossz példát, hogy úgy tetszik, aminek a vége az, hogy ott maradnak pénz nélkül dologtalanul és érdektelenül. Annyira buta soha nem voltam, hogy akkor kezdjem el szórni a pénzt, amikor nem garantálta a Következő havi bevétel is. Tehát amikor én azt mondom, hogy szórom a pénzt, igen, ha elmegyünk nyaralni, elmegyünk síelni, az egy nagyon komoly érvágás a családi kasszának, hiszen négyen vagyunk, szeretünk jó helyeken aludni, szeretünk jól utazni, szeretünk jó helyen síelni, jó tenni, jó étterembe menni, szép ruhákban élni. Ez persze pénzbe kerül, de feleslegesen, tehát nem fogok tudom, én, tizenegyedik kabátot is venni, amikor már a tizediket se tudom felvenni. Teljesen feleslegesen nem költöm a pénzt, illetőleg nincsenek rongyrázó dolgaim. Ebbe segített valaki, vagy egész egyszerűen az ösztömeidre hagyott Nem, osztára. nem. Egyébként a feleségem óriási fék. Tehát most Igen? például ugye, nagyon komolyan elkezdtem futni, lefutottam a maratont, és most jön a tél, és természetesen fogok az utcán is futni továbbra is a Margit szigeten, de azért van egy jó pár olyan nap, amikor esik az eső, és akkor nem tudtam végrehajtani a futóedzést, és úgy döntöttem, hogy veszek otthon egy futógépet. Van egy, egy nagyon jó kis biciklink is otthon, meg van egy kis edzőterem felszerelve, de futógép még nincs benne. És én most kinéztem egy futógépet, és a feleségem elérhető lenne, tehát állunk olyan ö, anyagi helyzetben, hogy megvehetném ezt a futógépet, de a feleségem egyszerűen nem hajlandó engedélyt adni rá, hogy én megvegyem ezt a futógépet, és amikor elmagyarázom neki, hogy figyelj, ez, ez a futógépnek az ára, ennyi hét alatt tudom ezt kitermelni. Nem, 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 akkor is keresünk olcsóbbat. Tehát ő a fék ebben az egész történetben, de akár ilyen pár ezer forintos kiadásoknál is fék. Tehát azért nem mehetek el vele a, mit tudom én, a, a szupermarketbe bevásárolni, mert ha én elmegyek vele, akkor 30-40 ezer forintot hagyunk ott. Ő kijön 20 ezer forintból is, mert ő nem veszi meg azokat a kis extrákat, mert ugye azért a pénzkidobás. Úgyhogy ha valaki fékezi ezt a történetet, akkor az elsősorban a felesége. Lehet, hogy furcsát kérdezed, de megpróbálom megmagyarázni neked, meg kellett tanulni és meg kellett szoknod a gazdagságot, a gazdagság erős szó, a jó módosságot. Megmondom, mire gondolok, az, hogy hogy kell vele bánni, az, hogy mihez, milyen ruhát mondjuk egy öltönyhöz fölvenni, hogy egy nagyon elegáns, potentátokkal telelévő teremben, ami mondjuk egy illusztris fogadás, ott milyen öltözékbe illik és szokás megírni. Biztos magamból indulok ki, nekem ez meglehetősen nehezen esik. Én nem tudom, én remélem, hogy néha azért eltalálom. Nekem van egy, egy személyes ízlésem. Biztos, De érted, hogy... mire gondolok? Persze, természetesen. Az az ember ember, nekem ez hihetetlenül gátlásokkal küzd. Egyfajta szerencsém van, mert az életem 42 éve az ilyen folyamatos felfelé ívelő történet. Tehát amikor 18 évesen megnyertem a Junior RAB-t, akkor már léptem előre egy, egy lépést. Aztán 91-ben amatőr Európa bajnok és világbajnok lettem, és egyben évsportolója. Egy óriásit léptem előre, meg tudtam venni életem első saját lakását, a Vasas, az akkori sporthivatal és a saját tőkémmel közösen, 2 millió 700 forintért meg megvolt az első saját lakásom, aztán utána meg az első nyugati autóm, aztán 92-ben az olimpia után igazság bronzérem volt, de csak egyben kaptam 800 forintot az akkori olimpiai bronzéremért. Azt pillanatok alatt sikeresen eltapsoltam, tehát meg volt rögtön az első hát intő példa, hogy hogy nem szabad bánni a pénzzel. Aztán folyamatosan dolgoztam az ökölvás mellett, tehát én marketing vezetője voltam egy cégnek, millió egy egyéb dologgal foglalkoztam fizetés kiegészítés mellett, tehát megtanultam a pénzt megkeresni is, és aztán persze el is költeni, és aztán jött 96, olimpia bajnok lettem, hihetetlenül népszerű, rengeteg szponzori szerződés, nagy mennyiségű elérhető készpénz, 97-ben elindult a profi életem, tényleg nagyon jól kerestem kint az univerzumnál, tehát szépen folyamatosan lépésről lépésre értem el azt a szintet, hogy, hogy nem az árát kellett megnéznem egy öltönynek, hanem az, hogy tetszik vagy nem tetszik. De ez nem hozta magával szerintem automatikusan az ízlést, mert nem attól függ, hogy kinek milyen az ízlés, hogy mennyi pénze van. Ebben azért valószínűleg a feleségem, még továbbra is, ha nem is vitatkozunk, de, de azért szoktunk beszélgetni, hogy neki mi tetszik, nekem mi tetszik, és nem biztos, hogy ezzel eltalálom a, azt a fajta ízlés küszöböt. Ugye megint Amerikát említhetjük példaként, ott nem a társadalmi kasztot nem az öltözködés jelenti, vagy nem azzal próbálnak Magyarország, mi egy ilyen egy ilyen jelmezekbe öltöztetett országot élünk. Itt mindenki szereti megmutatni már a ruházatával, hogy mennyi pénze van, hogy hova tartozik a társadalom melyik kasztjába. Én sem élek ezzel a lehetőséggel. Tehát én a, a legtöbbször farmerben és egy szálpólóban vagyok látható, de talán azért is, mert az én társadalmi kasztom inkább ez a farmer egy szálpólós. De hogyha olyan a feladat, vagy olyan a, a műsor, vagy olyan a, 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 megjelenési kötelezettség, akkor nagy örömmel húzok fel öltönyt, és abban sem érzem magam, hogy nagyon feszengenék, vagy nagyon rosszul állna. És az rögtön az elején számodra ilyen magától értetődő volt? Tehát amikor először elkezdtél miniszterekkel, külgazdag menedzserekkel, nagyon elegáns és fiatalemberként, nagyon elegáns éttermekbe megjelenni, soha nem feszektél? Szerintem még most is, tehát az az, hogy. Most is? Hát, hogy én, én nem szeretem azt, amikor nagyon ki kell öltözni, tehát amikor valaminek, főleg itt, tehát ez a magyaros virsavt, amit itt Magyarországon azt mondott, hogy minisztereknek, vagy. Te, tehát én nekem, én nekem valahogy megfordult ez a világ, tehát én nálam, nálam a, egy, egy miniszter, vagy akár egy politikus. Ha, ha le is fordítjuk, hát egy, egy szolgát jelent, tehát neki kellene inkább ö, a mi irányunkban nagyobb tisztelettel lenni, mint sem nekünk az ő irányában nagyobb tisztelettel lenni, de e, e, természetesen egyetértek azzal, hogy az ember bizonyos helyszíneket adja meg a, a, a tiszteletet, akár ilyen a színház is, hogy a színházban is illik olyan szépen felöltözni, ahogy azt az embertől elvárják, olyankor nem feszélyez. Az jobban feszélyez, hogyha túlöltözöm, vagy alulöltözök egy eseményt. Tehát amikor meghívnak akár a parlamentbe, akkor teljesen egyértelmű, hogy oda úgy kell felöltözni, hogy ezt egy országháztól az ember elvárja egy ottani megjelenést, vagy akár egy színházi előadásra is, hogyha a farmerben volt már ilyen, mert nem volt módom lehetőségem hazamenni, nagyon kényelmetlenül éreztem magam. És volt úgy, hogy, hogy Kicsit túlöltöztem az eseményt, és smoking, és, és propeller, és, és nem tudom, miközben e, még csak a black tie sem volt kötelező, akkor is ugyanolyan rosszul éreztem magam. Tehát én nem akarok, mert a jelmondatom is nem arról szól, hogy elbújjak a tömegben, de, de nem szeretek a ruházatommal kiemelkedni egyik irányba sem. Amikor profilettél, és elkezdődött ez a hihetetlen nagy? hát és mondjuk meg őszintén körülötted. Én egyébként 27 éves vagyok, de nem nagyon emlékszem, épp ezen gondolkodtam erre az interjúra készül, hogy nem emlékszem az én életemben, mondjuk az elmúlt 20 ami amióta az eszemnél vagyok, hogy volt egységnyi idő alatt ilyen fokú hisztéria a magyar ember körül, mint mondjuk te az RTL-en fél évente, vagy három havonta boxoltál. Meg lehetett azt úszni épp lélekkel? Úgyhogy az embernek a realitás érzéke ne tompuljon el? Helyel közzel, közze. Nagyon érdekes, mert tényleg a Elnézést kérek az országtól, de meg lett hülyítve az ország jelentős része. Olyan szinten, és ezt most azért mondom, és talán egyet is ért velem a kedves néző, hogy volt egy egy szavazás 2000-ben az évezred száz legfontosabb magyar személyisége. Egyem. Ott kosutott két helyen előztem meg. Tehát vitt, tehát hogy nem, tehát erre már nincs szó. De azért tudtam megúszni talán, Épp és épp észre. Egyrészt volt egy családom, amelyik mindig a földön tartott, másrészt pedig... Kellett? Voltak pillanatok, amikor... Nézd, nem, éredsz, tudsz, nem, hogy... nem, tudsz, nem tudsz normálisan gondolkodni egy olyan szituációban, amikor leszállsz Ferihegyen, és csak egy szimpla mérkőzésről érkezel haza, és ha nem is több százan, de 20-30-50-en várnak már Ferihegyen majd amikor kiszállsz bárhol az autódból, rohannak oda hozzád autogramért, vagy ha elmész, mint hogy megtettem, elmentem a, a, fiammal és a feleségemmel mondjuk a Vidán Parkba, elvesztettem a családomat, annyian vettek hirtelen körül, mert hogy, mert, hogy tényleg sztárként kezeltek az emberek, és csúnya szóval azt kell, hogy mondjam, hogy sztár is voltam, hiszen nem voltam olyan elérhető, mint most, hiszen ma bárki találkozhat velem, itt élek az országban, ritkán tértem csak haza a mérkőzések után pihenni, és úgy is volt beharangozva az egész sportolói karrierem, legalábbis az a három és fél év, amit az rtl futott, hogy egy, egy sztárgyárt raktak mögém, akarva, akaratlanul. Én ennek nagyon sok előnyét és nagyon sok hátrányát is éreztem. Tehát valószínűleg az emberek jelentős részében az én személyiségemnek az értékítélete még most is uh, reményem szerint uh, téves, mert nagyon sokan tudom, hogy nem szeretnek azért, mert hogy azt hiszik rólam, hogy én elszálltam ettől, vagy hogy én, én már túl sok voltam a, nekik. Tad ennek te a tanuljelét? Kaptad magad azon, hogy azt mondtad, hogy ezt a szituációt lehet, nem hogy hiszem, Nem hiszem, például, nem hiszem de, például, de például, tehát eleve már egy prekoncepcióval álltak velem szemben az emberek. Tehát ugye más várnak el egy közéleti szemben mondok egy butaságot, nem szoktam szemetelni. De ha valaki eldob egy papír az emberek elnéznek mellette. Ha Kovács István eldobott egy papír akkor abból rögtön az ő negatív tulajdonságait emelték ki, hogy tudod, hogy miről beszélek. Tehát sokkal jobban kellett figyelnem magamra, a cselekedeteimre, akár a megnyilvánulásaimra, mert hogy, mert hogy olyan szinten a reflektorfényben éltem, ami már valóban káros volt, akár a saját személyiségemre is. De hogy miért nem sérült a személyiségem, abban nagyon nagy segítségemre volt az, hogy Németországban viszont senki voltam. Tehát, olyan országban éltem a, annak a három és fél évnek a, a jelentős részét, mondhatni több mint kétharmadát, ahol Kovács István semmit nem jelentett, a, szemben szembe lakó sem tudta a társaságban, hogy én ki vagyok. Tehát látta, hogy ki van én vagy Kovács, de fogalma sem volt róla, hogy 1100 kilométerre innen, ez az ember mindenki által ismert, és hogy tudom én, a hetedik kosutott kicsit megelőzve az ezer legfontosabb magyarnak a listája, vagy a száz legfontosabb magyarnak a listája. Ez egy furcsa és nagyon nagyon érdekes, ilyen kettős életet eredményezett, viszont segített abban, hogy, hogy ne szálljak el teljesen, vagy hogy a földön tudjak maradni azokban a szituációkban, amikor bizony földön kellett maradnom. Az ember akkor, amikor ilyen őrület veszik körül, és azt a legkomolyabban kérdezem, mindenfajta irónia nélkül, nem hiszi el magáról, akár csak pillanatokra is, hogy áldott? Hát azt azért nem. Azt viszont elhittem magamról, ami de persze ezt a szorítóban soha nem. Tehát ami miatt engem sokan kritizáltak, hogy nagyképi voltam, vagy hogy lenéztem az ellenfelt, ez ebből egy szó nem igaz. Tehát ezt nem tudom elég hatékonyan, vagy elég sok helyen, nem mondom, hogy kikérni magamnak, csak valahogy visszautasítani ezt a vádat, mert, mert ez nem igaz. Én ilyen stílusú ökölvívó voltam világéletemben. Nekem a stratégiai és taktikai repertoárom mindig arra épült, hogy, hogy ez a lelki legyőzése az ellenfélnek, és ebbe bizony az is, hogy néha talán könnyelműnek tűnt az én ökölvásom, de ezzel a könnyelmű ökölváson nyertem Európa-bajnoki, világbajnoki, olimpia-bajnoki címeket. Én, mint magánember kérdezem, hogy amikor felruháznak mindenféle tulajdonságokkal, akkor nem érzed azt, hogy Tudod, tulajdonképpen lehet, hogy én ezzel bírok uh -huh. is. De, de nem értem ezzel vissza soha, vagy nem, nem éreztem ezt, persze az érzés akár meg is jelentett volna, de nem értem vissza azzal a lehetőséggel, hogy én egyébként mondhatnám nyugodtan annak a rendőrnek, aki megállít, hogy figyelj, ne szorakozzál, mert nem tudod, ki vagyok. Tehát ezt én soha nem, nem is értettem, hogy ezt, ezt, ezt hogy képzel egyébként egy-egy közéleti személyiség, hogyha van ilyen, remélem, hogy nincs, de, de tudom, és értem, hogy mire gondolsz. Az ökölváson belül viszont valóban elhittem, hogy, hogy én vagyok a világ legjobbja. Miközben szakmailag tudtam, hogy mennyi mindent kell még fejlődnöm, és, és nem valószínűleg a csakontól elszenvedett vereség tett engem helyre, hanem, hanem én már összességében magamban szép lassan a pályafutásom vége felé sokkal reálisabban láttam a képet, mint mondjuk egy ilyen szituációban. Tehát nagyon nehéz Akkor reálisan... Akkor egy picit azt is, hogy verhetetlen vagy? Ezt minden ökölvívónak el kell hinnie. Az az ökölvívó, aki, aki onnantól kezdve már nem sikerorientált, hanem kudarc kerülő. Tehát, hogyha valaki szembesül azzal a tényel, hogy nem ő a legjobb, és úgy megy be a szorítóba, hogy akár az az ellenfél jobb lehet nála, onnantól kezdve azt nagyon nehéz megvívni ezt a csatát. Tehát a, még a a futónak is el kell hinnie, hogy azon a versenyen van neki keresni valója. Te meg aztán különösképpen elhitted. Én olyan történeteket olvastam és hallottam, hogy komolyan mondom, elképesztő. Állítólag kimentél Atlantába, nem sokkal a verseny előtt, és küldtél egy képes lapot Öcsi bácsinak, a mesterednek, amire az volt írva, jöttünk, láttunk, győzünk. Háromszor aláhúzva a második és a harmadik menet között négy ponttal vezettél, ami tudomásom szerint nem olyan sok, már akkor azt mondta az Öcsi bácsinak, hogy megnyertük. Egy hónappal az olimpia előtt beleléptél egy gödörbe, mindenki megért, hogy vége az olimpián, te azt mondtad, hogy meg fogjuk nyerni, ha Isten is úgy akarja, én mindent megtettem. Mi táplált ezt a hihetetlen önbizalmat? Nem tudom. Nem tudom, 96 egy ilyen esztendő volt az életemben. Elkezdtük januárból a felkészülést, minden sikerült. Tehát az, amikor bármibe fogtam, bármivel foglalkoztam, minden pozitív módon sült el. Nagyon kevés olyan napra emlékszem, amikor, amikor nem, nem úgy keltem és úgy feküdtem, hogy az egész napom jó volt. És 96 egy ilyen esztendő volt, bármit csináltam, minden jó lett, és persze kint voltam előtte az olimpia előtt, kint voltam Atlantában, egy ilyen barátommal bejártuk a keleti partot, pihenés gyanánt, meg egy kicsit relaxálva, és elmentem, megnéztem az olimpia helyszínét. És valóban küldtem Öcsi egy képeslapot az, az atlantai logóval, hogy jöttem, láttam, győzünk, mert biztos voltam, annyira biztos voltam benne, hogy ezt az olimpiát nem nyerheti más. Három évig dolgoztam, nem, hát 88-ban találtam ki, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, akkor láttam a szőlő olimpiát, 92-ben nem sikerült, abba is hagytam az ökörülvást, Öcsi bácsi visszahozott, és közösen elindultunk egy úton, ami három és fél éven keresztül vezetett odáig, hogy nem lehetett azon az olimpián más a győztes. Ez volt ami célunk, és ez volt ami mi, szent akaratunk. Ettől függetlenül alakulhatott volna úgy, de, de én abban az adott pillanatban, vagy ott kéne az olimpián, vagy az azt megölőző időszakban nem tudtam volna elképzelni, hogy más nyerjen. Annyira akartam a sikert, és annyira magabiztos voltam az elvégzett munkában. Tehát nem munkanélkül, és nem nem háttérbázis nélkül mondtam ezt magamról, mert az úgy onnantól kezdve tényleg akár nagyképűnek is nevezhető, hanem megvolt az a fundamentum, amire azt tudtam mondani, hogy nyugodt lélekkel, laza lélektartással, hogy igen, ezt az olimpiát én megnyertem, csak sportszerűtlen dolog lenne már most átadni az aranyat, előtte ki kell menni, ott öt mérkőzést meg kell vívni, de annyira biztos voltam a döntőben is. Hát más egy olimpiai bajnoki döntő előtt valószínűleg a térdere meg. Én olyan boldog voltam, nem mondom, hogy mindig soha, mert azóta szerencsére voltam sokszor boldog, de ott nagyon boldog voltam. Egy önfeled boldogság volt rajtam, és valóban a második menet után, te jobban emlékszem, mint én, ha azt mondod, négy pont, pont, leültem a sarokba, olyan boldog voltam azon az egész mérkőzésen. Végig nevettem belül, talán néha kifelé is nevettem, remélem, hogy nem, de belül végig élveztem, és amikor Öcsi bácsi feljött, ő nagyon ideges volt, nem is láttam olyan idegesnek előtte sem, meg azóta sem, mert gondolom, hogy akkor érezte meg, hogy már, már nagyon közel vagyunk az olimpiai bajnok és kezdte nekem magyarázni, hogy mit kell majd az utolsó menetben tennem, én meg megfogtam a két kesztyűvel, és mondtam, hogy Öcsi bácsi, már megnyertük, tehát én már ott, ott, ott éreztem, hogy itt nem történhet velünk, tehát hogyha tényleg nem vagyok gyakorló hívő, de tényleg azt hiszem, hogy, hogy olyan áldott állapotban voltunk akkor én is, és Öcsi bácsi is az olimpián. Említetted Barcelonát, ahol ugyanilyen ö, hozzáállással mentél ki, és mégsem sikerült, ott csak bronzérmes lettél. Ö, ha minden igaz... Utána te meglehetősen talajvesztett lettél egy fél évig. 22 éves voltam, gyerek voltam, az életről sok mindent nem tudtam, mentálisan sem tudtam még ezt az egész sportágot. De abba hagytad az a körvívás, nem De, jártál le egy hát ő, én, én ugye előtte való évben, tehát onnan kell indulni, hogy 91-ben én mindent megnyertem, 30 meccset nyertem zsinórban, amit sportoló elérhetett. Egy év alatt azt én mindent elértem. Európa bajnok lettem, világbajnok lettem, soha előttem senki nem volt még amatőr világbajnok Magyarországról, életem az év sportolója. Hirtelen megváltozott körülöttem minden, ahogy mondtam, megvettem életem első lakását, lett egy nyugati autóm, egy, egy 524-es turbodízel BMW-m, vadonatúj BMW, a, a, a kerületben nem volt senkinek ilyen gyönyörű autója, hirtelen hatalmas mennyiségű pénz állt a rendelkezésemre, és jött az olimpia, mindenki azt hitte, hogy én meg fogom nyerni, és ez a nagyon-nagyon meredeken felfelé ívelő karrier megtört, egy harmadik helyjel tört meg, ma már nagyon büszke vagyok arra a barcelonai bronzéremre, de ott akkor kaptam az élettől egy nagy pofont, az első alkalommal nem sikerült az álmomat valóra váltani, méghozzá egy olyan törés jött be rögtön utána minden tekintetben, anyagilag, erkölcsileg, morálisan, hogy széthullott másodpercek alatt az életem. És összelezt... kell elképzelni? Összeveztem a feleségemmel, most már feleségem, akkor nem volt a feleségem, még csak a barátnőm volt, még csak menyasszonyom de akkor menyasszonyom volt már. De szakítottunk, nem érdekelt az ökölvás, nem érdekelt a sport, azt a 800 ezer forintot, amit, mint az ő, mint az, a pénz, ahogy kell. Duhajkodtál. Mondhatom, kiéltem magam négy hónapon keresztül, rengeteget éltem, tehát felpörgettem az eseményeket rendesen, és aztán ott találtam magam valamikor nyár, az év végén, 92 év végén, 93 éve elején, hogy se pénzem, se posztom, se barátnőm. Ott megfordult az is a fejedbe, vagy adott esetben vége mindennek? Se család, se karrier, se egzisztencia. Hát nézd, egy 22-23 éves ember azért lényegesen ritkábban analizálja a helyzetét. Én azt láttam, hogy most robogok valami felé, amit nem akartam, de ugyanakkor meg élvezem, mert mert hát azért a, a, a partik meg a bulik világa azért 22 évesen, 23 évesen nagyon tetszett, csak azt is láttam, hogy ennek nincs, ebben nincs kiút, tehát mi lesz velem, még egy-két hónap és elfogy az apanás, és akkor mi lesz velem, hova megyek, megyek vissza nyámhoz, vagy eladom a lakást, vagy hogyan tovább, és akkor jött, visszahozzám egyrészt a mennyasszonyom, vagy én mentem hozzá vissza, inkább mondjuk úgy. Aztán öcsi-bácsival megfogtuk egymás kezét, és elindultunk egy úton, és onnantól kezdve három évig dolgoztunk azon, hogy Atlantában már úgy tudjunk kimenni. Miközben ez a három év nem hozta magával azonnal a sikert, tehát ezt a három éven keresztül nem az történt, hogy volt egy bronzérmes bukás, és aztán a következő éve már megint siker, siker hátán és minden helyre állt. Összeforított, összeszorított foggal és nagyon kemény melóval kellett nekünk visszakapaszkodni oda, hogy újra elismerjenek a sportágon belül is, és a, a nem magyar sportvezetésen belül is olimpiai esélyes sportolónak tartsanak. Jöttél, láttál, és akkor győztél. Még egy dolgot mindenképp meg szeretnék tőled kérdezni. Nagyon sok olimpiai bajnok van Magyarországon, hála jó Istennek, most lett 11, ugyanakkor szerintem a töredéke ezen olimpiai bajnokoknak, aki mondjuk 10-15 éven belül is ennyire ott van az emberek emlékezetében. Úgy tetszik, ők a hősök vagy a sporthéroszok. Uh -huh. Paplacira gondolok, Puskásra, Egerszegire, Balcóra és rád. Van arra néző nézvést... és. Darnyi Puci. Darnyi, igen, ne hagyjuk ki őt, így van, igazad van. Van erre néző és érvényes válaszod, és nem álszerény válaszod. Hogy miért te kerültél bele mondjuk ebbe a klumba? Uh -huh. Hát az ököl, igen, van. A, az ököl, és eleve megtisztelő, hogyha hát ezt így látod, és én. én nem te látod? Remélem, hogy így van, és remélem, te hogy... Te is érzed ennek a tanulját. Igen, igen, igen. Tudnám tehát, mondani, te is háromszoros olimpiai bajnokot, meggyőződésem, hogy száz magyarból, ha 30 tudja, hogy kicsoda, uh -huh. már sokat mondtam. Ez elég szényen, hogy kulcsárgyőzőről rákérdeztek a TFN, hogy, hogy hogy hívják, vagy hát a reklámból ismerte fel az egyik tanár, ha minden igaz. Ez sajnos, ez, ez sporták függő, sporták specifikus. Tehát azért vannak azok a sportágak, vannak azok az egyéniségek, akiknek a sport teljesítménye valahogy könnyebben jut el az emberekhez. És az ökölvívás ilyen. Tehát a Paplaci bácsi óta, vagy talán már az őt megelőző időszakban is az ökölvívás mindig is Magyarországon egy nagyon fontos sport volt. Remélem, hogy egyszer visszajut majd ez a mai magyar ökölvívás is arra a szintre, amit megérdemelne. Jelenleg nem állunk túl jól a magyar ökölvívó társadalomnak a megítélését és az eredményességét tekintve, de annak idején, amikor én a sikereimet elértem, akkor újra visszacsempésztük az ökölvívást a magyar embereknek a gondolataiba, és Erdély Zsolt is tökéletesen, Zsoltra is nagyon sokáig emlékezni fognak, annak ellenére, hogy ő nem volt olimpiai bajnok. De, de azt hiszem, hogy az ökövő sportban, ha valaki eredményes, akkor lényegesen nagyobb popularitást és, és szeretetet tud magáinak tudni, mint mondjuk egy kalapácsvető, vagy egy sportlövő, vagy akár egy. Nem jó. értek vele egy, egy, veled egyet, ne haragudj. Szerintem itt a személyiségem bújik nagyon sok minden. És ezen is gondolkodtam, hogy vajon a te ez miért így van. Nem vagy egy celeb majom, aki minden második műsorban ott van. Nincsenek botrányaid. Kiegyensúlyozott a család életet, tehát nem váltogatod a barátnődet. Van egy bájos, kedves feleséged és két fiad. Tehát egy ilyen hétköznapi életet élsz. Akkor vajon miért? Mert szerintem a személyiségnek igenis van ebbe szerepe. Viszont azt is hozzá hogy rengeteget látnak, hallanak az emberek, tehát egy egy kalapácsvető olimpiai bajnokkal, valahogy kevesebbet foglalkozik a sajtó, és ő maga is kevesebb megszólalást vagy megnyilvánulási lehetőséget kap. Ez az egyik a másik. Az én sportolói karrierem, az atlantai karrierem folytatódott 97-ben egy amatőr Budapesti világbajnoki címmel, majd folytatódott a kereskedelmi televízió elindulásával közösen egy három és fél évig tartó hihetetlenül nagy média sztárgyárral, amely gyakorlatilag elvitte a nevemet, az arcomat minden egyes háztartásba. Tehát volt tényleg ilyen hülye adatok, de volt olyan mérlegelésem, amit egy bevásárló központban tartottak, amit kétmillióan millióan néztek meg élőben az RTL-en. Tehát, hogy ez vicc, hogy, hogy gyakorlatilag még egy mérlegelésemet és nem hogy egy mérkőzésemet. Most innentől kezdve azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy az embereknek mélyebben beleívódott a nevem, az arcom, a sportteljesítményem az életébe, vagy az emlékeibe, mint mondjuk a velem egy időben nyert Cene Attila, vagy, vagy Kis Balázs olimpia bajnoki aranyérme. Mi egyetlen egy mondatot mondja erre a kérdésre. Időnként, amikor úgy van egy kis csended. És említetted, hogy nem akarsz a Pongrácz teleppel és az előéleteddel különösképpen kérkedni vagy foglalkozni. Nem szoktad végig gondolni azt, hogy honnan indultál és hova jutottál, és ez nem egy téged álmulatba? Magamtól nem szoktam nagyon térről, de de jó párszor visszamentem már a Pongrásztelepre. Köszönhetően annak is, hogy egyébként a vezetőségével jó kapcsolatokat ápolok, és most nem is olyan rég elindult a Pongrásztelepen egy, egy felújítási program, hogy egy kicsit a Pongrásztelep is visszakapja, hát, ha lehet érteni, a régi báját. És nem is olyan rég voltam ott, ahol találkoztam régi osztálytársakkal, és jókat beszélgettünk, és nekem még mindig egy, egy ilyen nagyon szép álomszerű történet ez a nem is tudom, huszonvalány év, amit mondjuk az ökölvívásban és az azt megelőző időszakban töltöttem, de, de nem szoktam így megállni, tehát még remélem, hogy még hosszú út áll előttem, és majd nem tudom, mikor lesz ennek az útnak vége, majd akkor húzok egy vonalat, és akkor értékelem ezt a szakaszt. Ami eddig eltelt, az gyönyörű, ami eddig eltelt, arra nagyon büszke vagyok, és hogyha most érne véget, akkor már most is van benne annyi élményanyag, amitől... Amit, amit heteket, hónapokat lehetne mesélni, vagy akár könyveket lehetne írni, de nem szoktam nagyon értékelni ezt a történetet. Még, még munka közben vagyok. Tartson ez sokáig, és örülök, Köszönöm. hogy láttunk.